kedves testvéreim, kedves Ibrányi testvéreim, szeretettel és tisztelettel köszöntelek titeket. És mindig hálás a szívem, amikor Sámuelre nézek, mert azt mondom, hogy Sámuel az Isten csodája. Te az Isten csodája vagy. Két lábon járó csoda. Azt mondja az ige, amíg élek, ünnepelek. Én ma az ünnepről szeretnék nektek szólni, mégpedig azról, hogy szentelj nékem ünnepet. Amikor megkaptad a vesédet, egy új időszámítás kezdődött el. Még egyszer születtél. Néztem egy képet, hogy ott vagy a munkahelyen, és dolgoztok ott épp valamit, ott tevékenykedtek, ahol mondom, nagyszerű. És hálát adtam az én Istenemnek azért, hogy te tudsz dolgozni. És megmutatod az egész világnak, hogy Isten milyen egy csodálatos Isten. Ma egy nagyon nagy üzenetet adtál nekem. És nem is tudom, hogy de most mindent átrendezett a Szent Szellem az én bensőmben. Azt sem tudom, hogy kezdjem el. És éppen ezért a Lukács evangélium a 15. részéből fogom azt olvasni, azt a két mondatot, hadd legyen ez az ünnepnek az alapigéje, mert arra szeretnélek hívni titeket, hogy szenteljünk együtt ünnepet az Úrnak. Amen. Szenteljünk együtt ünnepet az Úrnak. Tisztítsátok meg magatokat, dobáljatok el minden dolgot, amely az ünneplésnek akadálya lenne. És szeptember 15-én, 16-án együtt szenteljünk ünnepet az Úrnak. Álljunk meg, és emeljük fel az Úr nevét. És arra kérlek téged, testvérem, ott leszel, már pedig ott leszel, hogy mondd el, hogy miért szentelsz az Úrnak ünnepet. Miért szentelsz? Készülj el erre a bizonyságodra. Készülj el, hogy mit tett veled az Úr. Mondd el az embereknek, akik együtt lesznek ott. Én az Isten csodája vagyok. Meggyógyított engem. Én két lábon járó csoda vagyok. Mert elvette minden nyomorúságot. Mindent. Szenteljünk ünnepet az Úrnak. Azt mondja az ige. Figyelj csak. Azt mondja az Atya, mennyei Atya, siessetek, hozzátok ide a legszebb ruhát, adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Azután vágjatok le egy hízott borjút, hogy együtt ünnepeljünk. Halleluja. Együtt ünnepeljünk, mert ez a fiam meghalt, de feltámadt, elveszett, de megtaláltam, ezután ünnepelni kezdenek. Aztán hazajött az idősebb fiú, hallja a zenét, a vigasságot, a táncot, hallja, látja, nem érti. Újjászületés nélkül nem lehet megérteni az Isten dolgait. Újjá kell születni ahhoz, hogy megértsd az Isten dolgait. Újjászületés nélkül nem ér, nem lehet megérteni. Csak az az ember tudja megérteni, hogy újjászületik. És azt mondja az apa a másik fiának, fiam, te mindig velem vagy, és minden vagyonom a tiéd. Most pedig gyere, ünnepeljünk. És örüljünk együtt, mert az öcséd meghalt, de feltámadt, elveszett és megtaláltad. Nincs az a vagyon, nincs az a pénz, nincs az a kincs, amivel ki lehetne váltani, hogyha valaki újjászületik. Ha valaki újjászületik, az örökké valóságra születik újjá. Az, aki újjászületik, bemegy az örökké valóságba. Ma egy mondatot hallottam Palkónak a szájából. Ha ketten vagy hárman, akik újjászülettek, együtt vannak az én nevemben. Nem tudom, kinek esett le ez a mondat,
ez a szó, akik ketten vagy hárman újjászülettek, és együtt vannak az én nevemben, én ott vagyok között. Ha nincs újjászületve, hiába emlegetik a Jézus nevét, nincs ott. Hiába vallásosok vannak százan együtt, Jézus nem nyilvánul meg, mert Jézus miután feltámadt, csak az újjászületettekkel vállal közösséget. Aki meghívja őt az életébe, aki átadja magát neki, aki újjászületik, víztől és Szent Szellemtől. Víztől és Szent Szellemtől. Azt mondja az ige, szentelj nékem ünnepet. Az egész Biblia tele van arra. De a legnagyobb ünnepet, amit szentelünk, mit mond az írás? Öröm ünnep van a mennyben, amikor egy bűnös megtér. Amikor egy bűnös megtér. Az angyalok örvendeznek, ünnepet szentelnek. Mert látják, hogy mit jelent a megváltás. Nem értik. Nem értik. Királyok, királyok, menj királyok, emberré lett. Hát normális. Itt hagy minden dicsőséget, itt hagy minden dolgot, és egy asszony méhén keresztül megszületik, érthetetlen. Érthetetlen. Hát mi lesz ebből? Hogy lesz ez? Nem értik. Annyira szépen mondja az ige, a prófétai szón keresztül, az angyalok sokasága szeretne beletekinteni ebbe a titokba. És egyszer csak jön egy káromkodó, vagyonát eltékozoló, mindent elverő, mindent tönkretevő, jön egy hőzöngő, semmire kelő, és kiejti ezt a szót, hazamegyek az atyai házhoz. Hazamegyek. Ez még nem elég, hogy kiejti, el is indul. Még nem elég, hogy el is indul, meg is érkezik. Na ez a lényeg, meg is érkezik. Hazamegyek. Hazamegyek. És mivel kezdi az atya? Mindenkit összetrombítál, gyertek ide, ünnepeljünk. Mert az én fiam megérkezett. Már lemondtam róla. Meghalt. A család számára meghalt. De hazajött. Visszajött. Visszajött. És hogy értem ide magamnak egy mondatot? Ünnep csak akkor bensőséges, ha a családban történik. Ünnepelni csak a családban lehet. A Salom gyülekezet egy nagy család. Ünnepelni fogunk, akkor bensőséges az ünnep, ha a családban vagy. Akkor, ha te ebbe a családba tartozol. Te az Isten családjába tartozol. Beleszülettem az Isten családjába. Nem fizikálisan, hanem szellemben. Újjászülettem. Beleszülettem az Isten családjába. Én az Isten családjába tartozom. Te az Isten családjába tartozol. Újjászülettél? Az Isten családjába tartozol. Honnan tudod, hogy ünnepelsz? Nagy kérdés. Mi neked az ünnep? Kultúra kérdése? Egyszer meg Nyír Bogdányban történt velem, hogy meghívtak, megkértek, hogy temessek el egy testvért. Mihálynak hívták őt is. És nem közölték velem, hogy egy egész cigánybanda fogja húzni. Nem mondták meg, hogy végig, mint egy lakodalmas menetet úgy fogjuk kísérni a koporsót. Minden bajom volt. És akkor közölték, hogy ez egy kultúra. Ez egy kultúra. Azt mondja az írás. Vigadjunk. Az én fiam meghalt, de hazajött, feltámadt, él. Vigadjunk. Mondja az atya. Az ünnep lehet kultúra kérdése, de amikor megtérsz, amikor
amikor az Isten családjába beleszületsz az Isten családjába, akkor az Atya szerinti ünneplést kell véghez vinni. Az Atya szerinti ünneplést. Mit csinál az Atya? Azt mondja, figyeljétek csak. Siessetek, hozzátok ide a legszebb ruhát. Hozzátok, öltözzetek fel a legszebb ruhátokat. Hozzátok ide a legszebb ruhát. Húzzatok gyűrűt az ujjára. Adjátok rá ruhát. Húzzatok gyűrűt az ujjára. Sarut a lábára. Aztán gyertek is. Együnk és ígyunk és pirodjunk. A Károli fordítás úgy mondja, hogy Lukács 25-ben, figyeljetek csak, azt mondja, hogy Lukács 15-ben. Előhozván a hiszatókot, vágják le, vágjátok, együnk és vígadjunk. Mert az én fiam meghalt, feltámadt, elveszett, megtaláltatok. Kezdének azért vígadni. Az egyszerű fordítás így mondja, kezdének azért ünnepelni. Vígadni, ünnepelni. Nagyszerű dolog. Vígadjunk és ünnepeljünk. Dicsőítsük meg az Atya nevét. Ünnepeljünk. Az Ószövetség tele van ünnepléssel. Azt mondja Mózes a fáraónak, a királynak. Az Úrnak ünnepet szentel. Azt mondja a fáraó, menjenek ki a férfiak. De mi mind ki akarunk menni, nem? Csak a férfiak. Elindul a csapás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem? Csak a férfiak. 8. Csak a férfiak. Amikor megvan a 8 csapás, akkor azt mondja az írás, mindjárt olvasom nektek. És a 8. csapás után visszahozták Mózest és Áront a királyhoz, a fáraóhoz, és mondta nékik, menjetek el, szolgáljatok az Úrnak, a ti isteneteknek. És rákérdez a király, kik azok, akik ki akarnak menni? Figyelj! Mózes pedig mondta, a mi gyermekeinkkel, véneinkkel megyünk, a mi fiainkkal, leányainkkal, juhainkkal, barmainkkal megyünk, mert az Úrnak ünnepet szentelünk. Vágyom arra, testvéreim, hogy szeptember 15-16-án mindannyian ott legyetek. Szenteljünk ünnepet az Úrnak. Mindannyian. Kimegyünk, elmegyünk egy helyre, és ünnepet szentelünk az Úrnak. 30 éve dicsőítsük a mi Istenünket. Tudjátok, mi volt a cél? Az volt a cél, ami itt a Lukács evangéliumában van írva, az én fiam, aki elveszett, hazajött, újjászületett, és megtaláltak. 30 év alatt rengeteg fiú hazajött az atyai házhoz, a gyülekezet szolgálata alatt. Rengeteg. Rengetegen újjászülettek. Rengetegen bemerítkeztek. Rengetegen. Mondhatod, de hol van? Az egész nagy világba szerteszik. Nem baj az. Csak az Isten országának lakói legyenek. Ez a cél. Az Isten országának lakói. Hogy kivisel gondot róluk. Ha itt értek meg, az atyai ház nekik ez. A Salom gyülekezet. Ez az ő atyai ház. Bármikor visszajöhetnek. Bármikor hazatalálhatnak. Bármikor. És hívjuk is őket, várjuk is őket. Mondjuk is nekik, hogy hazajöhettek. Mondjuk, hogy ez a ti házatok. Valaki írt nekem egy levelet 3-4 héttel ezelőtt, és azt írta, az én atyai házam a Salom gyülekezet. Szeretnék Debrecenbe költözni. Tudtok minket fogadni? Mehetünk haza? Úgy hívják, hogy Verdes Béla, lehet, hogy valaki ismeri, Nyíregyházáról. Tudtok, adtok nekünk szolgálatot? Szolgálhatunk közöttetek? És azt írtam Béci. Azt írja, mennyei apám, mondom, most ez nekem írja, vagy a mindátor. Rájöttem,
hogy a mennyei atyát, az Istent atyának írja. Én nekem meg azt írja, a mennyei apám. Megismertem Jézus rajtad keresztül. Van Debrecenben munkahely? Mondom neki, most indul 1000 új munkahely, talán csak találsz benne. Mit fogok dolgozni? Találok munkahelyet? Szeretnék Debrecenbe költözni. Mi az ígéret? Keresett város lesz Debrecen. Csak egy mondatot hadd tegyek. Nektek. Előveszük, debreceniek tudják, előveszük az ima listánkat. Az ima listánkon van egy kisebb bizonyságként, hadd mondjam el nektek. A böjtés ima listánk, így tele van írva, látjátok? Ezért imádkoztunk januárban. Ez a 2018-as. Ugyanez megvan a 2017-es is, valahol itt van benne. A 2017-es ima listán azt írtuk oda, 2017-es, de 2018-as. Újabb 1000 munkahely Debrecenben. Újabb 1000 munkahely. Hogyan jelentették be a BMW gyár? Hány munkahelyet fognak csinálni? Mondom, hát ezt mi már hamarabb leírtuk. Ez egy ima meghallgatás. Érted? Amikor fölvésed az ima listáidra a dolgokat, akkor néha-néha nem állt, ha átnézed. És odaírsz egy dátumot. Én odaírtam a 2017-esre, hogy mikor jelentették be, hanyadikán. 7. hó, nem, 8. hó másodikán. 8. hó másodikán jelentette be a polgármester, meg a gyárképviselő, hogy 1000 új munkahelyen indul ez a terület. Hoppán mondom, ez egy ima meghallgatás. Bátran mehetek Istenhez. Ünnepelem őt. Ünnepet szentelek a szívembe. Oda szánom magamat. Tudjátok, mit akar az ördög? Hogy ne legyen időd ünnepelni. Hogy elfoglalt legyél. Az ünneplés, amikor Isten keresem, az ünnep az az Isten útja. Az ördög útja pedig az, hogy minél elfoglaltabb legyél. Semmire ne legyen időd. Minden percben dolgozz, minél kevesebb pénzért. Még egyszer mondom, figyelj. Minél több időt tölts el a munkádba, minél kevesebb pénzért, azért, hogy ne legyen időd másra, csak pénzt kelljen keresni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy dolgozok 8 órát megfizetve, és a többit szentelem Istennek, az időmet, az energiámat. Havonta 8 órának megfelelően el tudjam tartani a családomat. Ezért imádkozni kell, ezért harcolni kell, ezért küzdeni kell, ezért ezt át kell törni. Elég volt a rabszolgaságból. Értitek, fiatalok, idősebbek, akik dolgozunk, elég volt a rabszolgaságból. Nem tarthat fogságba minket az ördög, mert mi Isten fiai és leányai vagyunk. Mi ünnepelni fogunk. Amen. Ünnepeljük őt. Ünnepet szentelünk neki. És eljönnek a kisdedeink azzal, amik ott van benne a gyerek babakocsiba, eljönnek azok is, meg mindenünk, a kutyánk, a macskánk, mind jön ünnepelni. Valaki jött hozzám és azt mondja, miért, na milyen aranyos ez a kutya? Mondom, ez meg van térve. Ez meg van térve. Hát hogy érted ezt? Hát mondom, úgy, hogy imádkoztam érte. Meg van térve. Ne hülyeskedj már. Miket beszélsz te? Mindjárt volt vele. Jött egy építészmérnök hozzám, bemutatom, nézd pásztor, de lehet, hogy már elmondtam nektek. Nézd pásztor, milyen gyönyörű autót vettem. Ő úgy ismer engem, mint az Isten szolgálja. Nézd, milyen gyönyörű, nem mondja, hogy pásztor, hanem Misikém, nézd, milyen gyönyörű autót vettem. Megjöttem, magyarázkodom neki, a tetőt beszéltük meg, hogy hogy legyen a tető. Egyszer csak jön a kutyán, oda megy és lepisíli a kerekét a BMW-nek. Mind a négy kerekét, mert fogta a fejét,
Mondom, tudod, csak megjelölte. Ennyit ér neki. Te szép autó. Lepisélte. Azonnal! Azonnal! Megjelölte. Hát szép egy állatod van. Ünnepel. Bejöttél ide, ezt még nem láttam. Még miért nem pisélt le? Ünnepel. Érted? Végzi a maga munkáját. Szükséges, hogy kijelentést kapja mennyből, hogy miért kell imádkozni. Figyelj, még egyszer mondom. Szükséges, hogy kijelentést kapja a családból, hogy családodra nézve, hogy miért kell imádkozni. És amikor beteljesíti Isten az imáidat, meghallgatja, akkor ünnepelni fogsz. Akkor ünnepel. Kit ünnepelsz? Az örökkévalót. Közösségbe lenni Istennel. Megszentelni az ünnepet. Együtt lenni vele. Azt mondja az ige, a Máté evangélium 24. részben, a 25. részben. Jézus felmegy a templomba. Ott van a templomban. Mutatják neki a templom gyönyörű köveit. A tanítványok. És azt mondja, ti nem látjátok, hogy ez mind le fog romboltatni? Ti nem látjátok, hogy ez mind? Hát hogy látták volna a tanítványok? Hát nem láttak messzire még, nem voltak újjászületve. Újjászületés csak Jézus feltámadása után van. Akkor születtek újjá, amikor a Szent Szellem jött, és betöltötte őket. Addig csak tanítva voltak. Addig csak megtértek. Addig csak vízbe belerítkeztek. Megbocsátottak a bűneit, de nem voltak újjászületve. Szükséges, hogy újjászülessünk, hogy belássunk a jövőbe. Az újjászületett ember látja a jövőt. Az újjászületett ember ünnepelni tud, mert látja a jövendőt, hogy mi lesz. Szükséges, hogy újjászüles. Szükséges. Istennek terve van veled, hogy miért gyógyított meg téged. Hadd mondjak el egy bizonyságot. Van Debrecenben egy hölgy, Erzsóknak hívják. Milyen Erzsó? Szabó. Szabóné. Szabó Imréné Erzsó. Férje kórházban van. Körülbelül 4-5 hónappal ezelőtt jött el. Tessék? Május 1-én volt kint az Imre. Igen. 5 hónappal vagy 6 hónap. Tehát ez év január, az január körül voltunk először. Akkor jött. Úgy került a gyülekezettel kapcsolatban, hogy a gyülekezet minden nap ételt oszt Debrecenben, 100 adag ételt, 70 adag ételt, vagy mikor mennyit osztunk, és úgy került, hogy jött az ételért. És elmondta, hogy a férje a kórházban van. Bementünk a kórházba, és meglátogattuk, és aztán februárban volt, hogy meglátogattuk benne a kórházban. Kérte az asszony, hogy menjek be, bementem, és feküdt az ember. Már egy éve egy ágyú. Egy éve egy ágyú. Semmit nem tudott megmozdítani, csak a szemét így. Semmit sem. Az asszony kanállal vetette. Minden nap bement hozzá, és kis kanállal vetette. És amikor eljöttem, megkérdezi tőlem, legyetek áldva, üdvözölve. Amikor eljöttem a kórházból és meglátogattam, imádkoztam ott érte, és az asszony kérdezte, hogy na, mit szólok, mondtam, Erzsó. Szerintem bármelyik pillanatban meghalnak. Bármelyik pillanatban. De bármelyik pillanatban elindulhat az élet felé. De mit kéne csinálni, kérdezi. Hát mondom, van hitet, hogy Isten meg tudja gyógyítani a férjedet? Hát azt mondja, hát azért jöttem, hogy azért jöttem, találtalak meg titeket. Hogy talán. És akkor megkértem a Berecki tesót, hogy a jövő héten menjen el a férfihoz. És amikor beszélt hozzá, kiment hozzá, és megkérdezte tőle, Imre, akarsz meggyógyulni? Akarod, hogy élet legyen benne? Rettenetes állapotban volt. Élő halott.
akarod, hogy élet legyen benned? És azt mondta, igen, akarok meggyógyulni. De ezt a mondatot körülbelül egy perc alatt mondta ki. Egy perc alatt. Igen, akarok meggyógyulni. Körülbelül 35 kilóról lefogyni. Körülbelül 35 kilóról. És Berecki tesó, fogta a kezét, megfogta, és a megtérők imáját, a 3-4 mondatot körülbelül 5 perc alatt mondtam kevesebb. 5 perc alatt. Mert nem tud beszélni, nem tudok beszélni. És eljött. És teljesen megviselte az embert, Berezkit. Teljesen, ez a látvány. De annyira megviselte, hogy másnap találkoztunk, és láttam rajta, hogy valami nagyon nagy sokk érte. Mondom, Berci, mi történt? Szóval elmentem a kórházba, megtért ez az ember, de engem annyira megviselt, hogy kellene, hogy imádkozz értem, mert sokkot kaptam a látványtól. Szóval valahogy így nézhettek ki a koncentrációs táborba azok az emberek, akik a halálba, akiket bedobáltak a gázkamrákba, meg a kemencékbe, hogy elégessék őket. És testvére, képzeljétek el, ez volt februárban, és ma beszéltem a feleséggel, körülbelül 10 kilót hízott, egyedül 5-6 lépést már megtesz, egyedül föl kell az ágyba, egyedül húzózkodik föl az ágyban, leül, föláll, nyújtja ki a lábát, rugódzik. Egyedül. Minden második nap jön hozzá a rehabilitációs gyógytornác, és eszik. Olyan étvágya van, hogy minden nap 2 adag ennivalót viszel az asszony a gyülekezet konyhájáról, hogy megetesse a férjét. 2 adag. Értitek? És már alig várjuk, hogy ez az ember eljöjjön az Úr házába, és bizonyságot tenni, hogy meggyógyított engem az Úr. Mi ez, ha nem ünnep? Ez ünnep, az Isten dicsőítése. Megdicsőíteni az Istent, az egy ünnep. Bizonyságot tenni, hogy az ördög hazudik, egy ünnep. Amikor kimondjuk azt, hogy mi Istenhez tartozunk, egy ünnep. Hogyan ünnepelsz az Úr előtt? Mi a fontos neked? Mi az, ami neked ünnep, amikor hogyan tudod fölmérni a te ünnepeidet? Mi neked az ünnep? Új szövetségben vagyunk. Azt mondja a Máté Evangélium 24. részében, 25. részében. Figyelj csak! Nézd csak! Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az edényekben, később pedig a vőlegény mindannyian elszúnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, inhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor fölkeltek mindazok a szüzek, elkészítették a lámpásaikat. Tudjátok, mi az ünnep? Várni Jézust vissza. Várni vissza, és világítani. A gyülekezet az a hely, ahol megtöltöd a lámpásodat olajjal. A gyülekezet a lámpának a töltésére való. Hányan ismeritek az akutöltőt a telefonhoz? Hazamentek, mit kerestek legtöbbet? Mi az, ami mindig el akar veszni? Hol van a töltő? Melyiknél van? Ugye ismerős? Sőt, még a táskámban is van még van egy akkumulátor is. Mert lemerül néha, és ott van egy tartalék, és töltjük. Megyünk, látom, megyek az utcán, a parkba, Debrecenben van egy park, kint van két konnektor. Mindig foglal. Akár hányszor megyek a bankba, mindig van, ott ül valaki, 2 ember, és töltik az a telefon. Tesóim, a lámpásodat mikor töltöttem? Mikor? Hagyod, hogy lemerüljön? Hagyod, hogy a szellemed lekopjon, lesoványodjon, leszegényedjen?
ha az újjászületett szellemet lekopik, lesoványodik, nem fogja tudni táplálni a lelkedet. Az ördög jön és kísérteni fog. A lelkünkkel kísért meg az ördög. A szellememmel nem tud megkísérteni, mert újjászülettem, Istenhez tartozik. Minden nap beszél Istennel a szellemem, most is. Most is beszél, most is mondja. Az Úr szelleme beszél az én szellememmel, és azt mondom ki. De a lelkem, az én szellemem karban tartja a lelkemet. És az én szellemem, az én újjászületett szellemem, amit Istentől kap, karban tartja a testemet. Elmész a pszichológushoz, mit csinál? Mit csinál a pszichológus? Ha te testeden keresztül akarja a lelkedet karban tartani. Vagy beszél a lelkedhez, hogy a testedben gyógyulás legyen. De nem, mert Istenhez tartozik. A mi pszichológusunk a Szent Szellem. A mi védőnk, a mi bátorítónk, a mi ügyvédünk, a mi erőnk forrása az Istennek szelleme. És kész vagyok arra, hogy dicsérjem Isten. Az én akutöltőm az én Bibliám. A Bibliám. És amikor ünneplem az Urat, az első legnagyobb ünnep, az első, én fölírtam magamnak, hogy hogyan ünnep. Mi nekem az ünnep? Az első, ha olvashatom a Bibliámat magamnak. Magamnak. Nem arról, hogy mit szól Tóth Palkónak, nem arról, hogy mit szól a Bibliám Samunak, vagy mit szól Feri pásztornak, nekem mit szól. Ez a legnagyobb ünnepem, amikor úgy ülök le egy nap, hogy az egész napomat azzal töltöm el, hogy olvasom a Bibliámat magamnak. Magamnak. Ezt írtam, ha magamnak olvashatom a Bibliámat. A második nagy jel, hogy ünnepet tudok az Úrnak szentelni, ha nyelveken imádkozhatok. Aki lehet egész nap. Ó, de szeretem azokat a dolgokat, amikor utazok valahova, és senki nincs a kocsiba. Tudjátok, mit csinálok? Nyelveken imádkozom. Nyelveken imádkozom. Néha rádiót szoktam hallgatni, Kossuth rádió. De legtöbbször nyelveken imádkozom. Hangosan! És tölti az én szellememet föl. Ünnepet akarok szentelni. Szükségem van arra, hogy szót halljak a mennyből. Szükségetek van arra, hogy halljátok Isten. Szükségetek van arra, hogy megbékéljünk az Istennel. Mert az ördög jön és becsapol, nincs is Isten. Nincs? Na hallgass, és neked egy nyelveken imádkozni. Na csak hallgass meg, most hallgass, itt van, és húzzál el innen. Elég volt belőle, gyötörtél már eleget. Mondd, dicsősd meg az Isten. Tedd személyessé, hogy Isten létezik. Tedd személyessé, hogy a Szent Szellem létezik. Tedd személyessé, hogy Isten egy személy. Ünnepeld őt. Ünnepeld. Ünnepeld a találkozást. Jegyezd föl vele, hogy mikor tértél meg. Jegyezd föl, hogy mikor születtél újjá. És azon a napon tarts ünnepet. Április 17-én 1978-ban éjszaka 10:30-kor betöltött a Szent Szellem. Ez egy ünnep a számunkra, minden évben. Ebben az évben, hány éve? 40 éve. 40 éve. Néhány hónap múlva elhívott. Nyár közepén elhívott a szolgálat. Addig azt mondta, na én aztán sose. Az apám kimondott ezzel a sok csürhével. Nekem elég volt. Én bárhogy tereli őket, mindig a másik irányban szaladnak. Mindig. Én nem. Én nekem elegem volt belőlük. Úgy fejtő, hogy baptista gyülekezetben. Mindig terelgették őket. Mindig leköpték, leszitták, mindent mondtak, mindent csináltak vele. Mindig csak terelgették őket. Na én aztán nem. Inkább elszaladok másik irányban. És egyszer csak visszahozott az Úr. Miért? Mert elhívott. Mert hívott valami. Egyszer szól hozzád az Isten, soha nem felejted el. Soha. Mindennél többet fog érni. Keresd meg ezt a szót. Keresd meg. Nem fogod eltéveszteni.
Azt mondja, hogy indulj el valahova, indulj el. És ha nem lesz ott, újra indulj el. Újra, harmadszorra ott lesz, vagy negyedszerre. Ott lesz. És onnantól kezdve mindig ott lesz. Indulj el. Szentelj ünnepet az Úrnak. Hagyd ott Egyiptomot. Hagyd ott, gyere ki abból a régi gonosz életből. Gyere ki. Isten hív. Aztán negyediknek azt írtam föl magamnak, hogy nekem ünnep, amikor látom a gyermekeimet, a unokáimat, hogy cselekszik az Isten akaratát. Ez az egyik legnagyobb ünnepem. Amikor látom, hogy gyönyörködnek az Isten félelmében. Amikor látom, hogy tisztelik és szeretik egymást. Ez ünnep nekem. Akkor látom, hogy tisztelik az én Istenemet. Ez ünnep. Ez egy csodálatos ünnep. Mert látom, hogy megtalálták azt az Istent, akit én imádok. Ők is. Istennek nincsenek unokái, csak fiai és leányai. Mindenkinek magának kell megtalálni a kapcsolatot az élő Istennel. Mindenkinek. Segíthetsz neki, de neki kell, szoktuk mondani, hogy gesztenyét kikaparni. Neki kell, nekünk kell, fölmenni egyedül a hegyre. Isten hív, ott van, gyere föl hozzám, beszélni akarok veled. Gyere föl, szállj rá időt, ünnep, tisztítsátok meg magatokat, szenteljétek meg magatokat. És ötödiknek azt írtam föl. Amikor látom, hogy a gyülekezetünk gyönyörködik az Úrban a dicsőítésben, az imában és az igében. Ez nekem ünnep. Amikor látom, hogy a debreceni gyülekezet dicsőíti Istent, imádja őt. Amikor látom, hogy veszi az üzenetet és nem alszik. Amikor prédikálsz és nem alszik. Ma prédikáltam délelőtt is, egy testvére olyan gyönyörűen aludt. Már azon gondolkodtam, megállok, és mondom a másiknak, hogy menj már köröstön. Ó, de nagyot adott. Van ilyen. Jó tanult. Legközelebb, ha jön a testvérre a gyülekezetbe, fogok szólni az asszonyoknak, hogy két adag kávét készítsenek hozzá. Fogom mondani, hogy vigyetek már a Rózsikának, vagy nem tudom, hogy hívják, Irmuskának, vagy mi a neve, mi volt a neve, adjatok neki egy kávét. Lehet, hogy alacsony a vérnyomás, ennyi az egész. Semmi, semmi más. Meleg van. Simán egyszerűen kísértésbe vitte az öltög, és elaludt. Semmi gond nincsen. A test erőtelen. Én tudom, hogy ez az asszony nagyon szereti. És tudom, hogy egy imádkozó ember, harcos ember. Aztán hatodiknak azt írtam, hogy ünnep nekem, amikor látom az ifjúságunkat, hogy gyönyörködnek Istenben. Hogy megtalálják, az ifjak megtalálják az Urat. Hetediknek tudjátok, mi nekem az ünnep, amikor az Úrnak házába lehetek. De sokszor megteszem. Ott a kulcsa, a debreceni gyülekezet kulcsa a kezembe, bemegyek, senki nincs. Fölmegyek a terembe, senki nincs ott. Csak az Úr meg én. És beszélgetünk. Ránézek, hogy ki hol szokott ülni. Én beszélgetünk. Megállok leghátul, ahol mint ahol Laci van, úgy hátul. És beszélgetünk. Mindent a számomra. És mondom, Uram, köszönöm, hogy annyit szóltál hozzánk erről a helyről. Annyit beszéltél velünk. Annyiszor meglátogattál minket. Ünnepellek téged. Szeretlek, Uram. Szeretlek, Uram, mert amikor kiáltottam, hozzám fordítottad a te arcodat. És meghallgattál engem. Ünnep. Szeretlek, Uram, mert annyi embert bemerítettünk ebbe a medencébe. Annyian megvallották, hogy te hozzá tartozik. Uram, hozd be őket, keresd őket, szedd össze őket, Uram. Na én megyek, nekem vágnak valami fejszét. Mert haragszanak rám. De te már nem tudnak haragudni, keresd meg őket, Uram.
De mit mond az írás? Az utolsó időkben pedig sokan halagusznak. Sokan meghalagusznak. Sokan. Ezt mondja az írás. Elnéz hozzájuk és megharagszanak rá. De akkor Isten szellemét kell, hogy kérd meg, hogy ő legyen. Ne félj ettől. Mert a Habakuk 2 igaz. Az őrhelyemre állok. Ha az őrhelyeden állsz, akkor az őrhelyeden állsz. Keresd csak ki ezt az igét, hogy milyen egy csodálatos ige. Habakuk 2:1. És megállok a bástyán. Az őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek az én panaszom dolgában. Mikor panaszkodtál utoljára az Úrnak? Testvére, szabad panaszkodni. Mondd el neki, hogy mi bánt téged. Mondd el. Azt mondja, mit feleljek az én panaszom dolgában. És felevel nékem az Úr és mondta, írd fel a látomás véstáblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás időre szól, bizonyos időre szól, vége felé siet. Nem csal meg, a kés is bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. És itt van a negyedik vers, az igaz pedig az ő hite által él. Hited által fogsz élni. Őrhelyemre állok, megállok a bástyán, vigyázok, hogy lássam, figyelj, nem tévesztette el a proféta, lássam, hogy mit szól az Úr. Tehát szól az Úr, és látni fogod. Megnyilvánul. Szól az Úr, és az fizikálisan látni fogod, hogy mit szól. Egy új dimenzió, mennyei dimenzió. Szól az Úr, és te látod. Ez ünnep. Ünnep az Úrral találkozni. Ünnep. Legcsodálatosabb ünnep. Ünnep. Profétai szó. Minden profétai találkozás ünnep. Minden egyes találkozás ünnep. Sokszor fájdalom lesz. Sokszor fáj, amikor Isten olyat mond, hogy bele sajdul a füled. Mikor a rokonságodban, a családodban, a gyermekeidben, a gyülekezetedben mond valamit Isten, és neked el kell menni, és meg kell tenned. Az fáj. De ünnep, mert Isten nem változik meg. Oda rendelik a prófétát, Mikeást, és azt mondja, beszélj valamit, és Mikeás azt mondja, nem tehetem csak azt, amit az Úr szól. Elmennek hozzá, és azt mondják, jó dolgot mondja a királynak, mert már elegem van belőle, hogy te mindig csak szapulod ő. Azt mondja, Mikeás, nem tehetek már. Elmegy Mikeás is. Azt mondja, hát most az egyszer megváltoztatok. Azt mondja, elkezdi mondani, hogy menj nyugodtan, az Úr veled van! Azt mondja a király, ájjáj, látom az orrodra van érve, hogy valami nem stimmel. Csak az igazat mond, amit az Úr mond. Akarod tudni az igazat? Igen. Nem jössz haza élve. Meg fogsz halni. Mit mond a király? Látod? Másik király. Mindig csak rosszabb profétálnak. Nem tér meg. Nem tér meg. Hányszor szólt már az Úr minden, a kijelenti az ő szavát. Hányszor figyelmeztet, és nem tér meg. Pedig itt van az ideje, hogy megtérjön az Úrhoz. Mert mit mond az írás? Ha megtérsz hozzá, és visszafordulsz, én is megtérek hozzá, és elfelejtem a rosszat, amit akartam vele cselekedni. És csak jót cselekszem, mert jót terveztem felőled. Hiszel Istenben? Ne nézz ki az ablakon! Hiszel Istenben?
Halleluja. Nagyszerű. Isten jó Isten. Hívlak néktek, szenteljetek ünnepet nékünk. Nékem mondja az Úr. Szentelj ünnepet. Ez az üzenet, mi a szívemben van, köszönöm, Samuel. Nagy ünnep szentelő az Isten, a mi atyánk. Nagy ünnep szentelő. Azt mondja, vágjatok le mindent, a legszebbet, a legjobbat, mindent hozzatok elé. Mert hazajött az atyai házhoz. Hazajött. Tudjátok, minden nap kiment és nézett abba az irányba. Arra ment, tehát abból fog jönni. Hazajött. Együtt ünnepeljünk. Ünnepeljünk együtt. Az ünnep akkor bensőséges, ha családi ünnep. Születésnapot, névnapot. Ünnepel. Az Ószövetségben minden ünnep a templom körül zajlott. Minden ünnep a templomhoz csatlakozott. Minden ünnep a templomhoz viszonyult. Minden zsidónak föl kellett menni ünnepelni. Minden férfinak kétszer vagy háromszor egy évben föl kellett menni ünnepelni. Minden a templomhoz csatlakozott. Kapcsolódik. A te ünnepet hova kapcsolódik? Az én ünnepem Jézushoz kapcsolódik. Az én ünnepem, minden ünnepem Jézussal kapcsolatos. Minden ünnepem. Minden Jézushoz kapcsolódik. Minden. Miért? Mert megváltoztatta az életem. Mert örök életet adott nekem. Reménységet adott. Mert elveszett voltam nélküle. A halál fia voltam, halál gyermeke voltam. És az ördöghöz tartoztam. De újjá születtem és élek. És minden hozzá kapcsolódik. Nem a pokolnak szülted a gyermekedet, ugye? Hanem az életre, az örök életre. Dicsőség ezért Isten. Az örök életre. És örök élet csak egy valakiben van. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Ma az Új Szövetségben minden ünnep Jézussal kapcsolatos. Minden ünnep hoz róla szól. Minden vasárnap reggel hálát adok, hogy föltámadtál és élsz. Mert az a hétnek első napján támad föl Jézus. Ezért ünnep. A hétnek első napja. Minden nap. És várjuk vissza Jézust. Várom őt vissza. Mi Krisztus követők vagyunk. Belelépek az ő nyomdokába. Nem csak megszabadított, nem csak örök életet adott neked, hanem megszabadított a sátán fogságát. Meggyógyított a betegségből. Fölépített minden hamis dologból. Megszabadított a bálványoktól. Új életet adott. És hordom magamon az ő jelét. Mit mond az írás? Azt mondja az angyalnak. Menj ki! Jelöld meg a férfiakat! Jelöld meg a férfiakat! És akiken nincs meg a jel, azon a férfi, menj ki, kiküldi a halálnak angyalát. És azokat, aki nincs jel, azt öld meg. Ez egy ószövetségi ige. Az Új Szövetségi igében mit mond? Jel rajtunk a Jézus vére. Halleluja. Rajtunk van a vére. Mit mondott a főpap? Nem tudta, hogy profétál. Inkább egy halljon meg a népért, mint hogy az egész nép elpusztulja. Inkább egy. Nem tudta szegényként, hogy ő most profétált. Egy. És ez az egy a városon kívül meghalt érettünk. A Golgota hegyén. Ünnepelj. Ünnepet szerint. Legyen áldva az Istennek. Amen. Amen. Amen.